Meine Damen und Herren, auf dem Programm jetzt der Kampf um die WBO-Weltmeisterschaft im Supermittelgewicht, angesetzt auf 12 Runden. Ich rufe in den Ring den Herausforderer aus Neuseeland, Marcelino Musso. Marcelino Musso. Und nun, meine Damen und Herren, begrüßen Sie den WBO-Weltmeister im Supermittelgewicht aus Ungarn, Károly Balczay. Károly Balczay. Ich möchte Ihnen die Kontrahenten vorstellen. In der blauen Ecke. Er ist 42 Jahre alt, sein offizielles Kampfgewicht 75,8 Kilogramm. Er ist 1,73 Meter groß. Das hat 3 Zentimeter magas. 34 Kämpfe. Mérkőzésen 29 győzelme volt, és ami különösen érdekes, hogy 29 győzelme 27 az KO-val született. Tehát azért elég nagy ütőerejű ökölvívóról van szó. Marcelino Musso új-zélandi színekben boxol, de szamai születésű. Mondjuk ez ugye azért nem egy olyan nagy vándorlás, de egyébként bejárta azért a világot, erről majd még beszélünk. Itt van akkor a világbajnok Balczay Karcsi, aki 10 sekával volt nehezebb Musso-nál, és 10 centiméterrel magasabb.
20 mérkőzés, 20 győzelem és 14 kiütéssel. Bár ugye a KO kvótája vagy KO mérlege az azért nem olyan, mint Masoyen, azt gondolom, hogy a nagyobb ütőerő az feltétlen Karcsi mellett. Na és akkor Mark Nelson a mérkőzés vezetőjét nézzük, a pontozó bírókat. Egyetlen egy olyan pontozó bíró van, Manfred Küchler, aki ott volt akkor Dresdában, amikor megszerezte a világbajnoki címet. Karcsi egyébként a korábbi három mérkőzését azt vezette. Karcsinak a másik két bíró pontozott már Karcsinak, de nem az utóbbi alkalommal. Reméljük, hogy sikerrel jár Karcsi, ahogy Erdei Zsolt, aki itt áll mellettem, és sikerrel járt egykorom. Akkor nincs más hátra, mint meg kell védeni azt a címet. Aki valamikor ez az istálóhoz szerződött, tehát az Univerzum Box Promotion, ez az egyetlen egy dolgot én azt gondolom, tudomásul kell, vagy kellett vegyen. Ez nem az az istáló, ahol lehet hibázni. Itt gyakorlatilag minden mérkőzést meg kell nyerni. Abban az esetben, hogyha valaki kikap, akkor annak ott hát nem azt mondom, hogy sok helyen nincs, mert ez nem igaz, de sok jóra aztán már nem számíthat. És teljesen mindegy, hogy ki az ellenfél, hogy hány éves, hogy milyen a mérlege, hogy világbajnok volt, vagy nem volt világbajnok. Nyerni kell, mert szinte kötelező a makulátlan mérleg, meg egyébként is, hogyha az embernek olyan tervei vannak, mint Karcsinak, hogy mondjuk olyan sokáig szeretné ezt a címet birtokolni, mint Erdei Zsolt, akkor abban nem fér bele a hiba. De reméljünk, hogy erről szó se lesz a mai napon, és úgy hozza ezt a találkozót Karcsi, ahogy azt várjuk tőle. Meg gondolom, legfőképpen ő várja magától.
Igen, hát nagyon várja magától, és nagyon felkészült, de látom, hogy azért ideges egy kicsit a mérkőzés előtt. Voltam benne az öltözőben, ugye néhány perccel ezelőtt? Voltam benne, és akkor egy kicsit nyugodtabb volt, most egy kicsit idegesebb, de ez nem is baj, mert akkor az elejétől fogva éles lesz. Vigyázni kell az ellenfélre, mert nagyon kemény ütései vannak. Néhány mérkőzéset láttam, és beledobja magát, az egész testét, az egész testsúlyát beledobja az ütésekbe, úgyhogy a karcsinak az elején nagyon kell vigyázni, és egyből élesen, fitten kell kezdeni a mérkőzést. Azt mondta tegnap nekem Karcsi, hogy a Sturm elleni mérkőzését elmezgették elég sokat Mászlónak, és különösen figyelni kell a bal kezére a Samoainak. És hát ő is azt mondta, hogy itt nem a kor számít, hanem hogy milyen kondiban van az ember, és hogy ő nagyon szeretne majd annyi idősen így kinézni, ahogy a Samoai, és ez abszolút ezzel szerintem ezt a témát te is zárhatjuk. Igen. Szóval... Különben a srác mind a két kézzel nagyon keményeket üt, tehát én 4 mérkőzését néztem meg neki, és bal kézzel, mind jobb kézzel nagyon-nagyon jó kemény ütéseik vannak, úgyhogy hát ennyi. Karcsinak élesnek kell lenni, oda kell figyelni, le kell védeni. Fritzel beszéltem a meccs előtt, azt mondta, hogy a Karcsi nagyon magabiztos lett, úgyhogy nagyon, nagyon jót tett neki ez a világbajnoki cím megszerzése. Úgyhogy most pedig folyik a tapogatózás az első menetben. Sosem volt Karcsi ez a nagy kezdő, ez a két balkezes pedig a kezdfélen landolt itt most. Igen, egyelőre tényleg csak tapogatóznak a fiúk. Ez volt az első komoly. Szép. Balzsai pofon, de talált is. Ilyen kicsit altatós bunyója van ennek a srácnak. Elég sokat hajolgat törzsből, az is megfigyelhető volt a korábbi mérkőzésén, tehát ilyen azért lesz, hogy jól kiveszi a testét. Igen, ez egy nagyon tapasztalt öreg róka a szakmában, úgyhogy de szép volt ez a válasz. Jobb egyenes, bal egyenes. Nagyon tisztán talált. Igen, a Karcsi nagyon kemény. A jobb kezdet egy kicsit följebb kéne tartani. Bizony. Hát mondjuk az nem az erőssége, ami mondjuk szemben veled talán a kettős fedezék, az talán egy picikét. De azért nagyon sokat fejlődött a Karcsi, úgyhogy csak itt a kezdeti idegességünk kell átlendülni. Szerintem most már lassan menni fog neki. Hát azért volt 2-3 szép találata. Persze. Nincs is itt semmi gond, mert ha be is nyelt egy-egy bal egyenest, az fölfrissíti egy kicsit az elméjét. Igen. Nyugi, Kari, nem kell idegeskedni. Nyugi. Építsd föl szépen. Na, bocsánat, egy kicsit úgy beszélek, mintha szurkolnék neki. De hát ez természetes is, hogy szurkolok neki. Csak most itt megpróbálok úgy beszélni, hogy... Semmi gond azzal, hogy eszembe jut, egészen nyugodtan. Nyugalmát meg kell őrizni. És nem szabad elragadtatni magát. Majd össze fog az jönni. Tényleg tapogatózó első meneten vagyunk túl, azt gondolom. Igen, hát itt mind a két fél. Mondta a Fritz, hogy vigyázzon, hogy nehogy középről a felütés eltalálja. Igen, tehát neki mélyebbre kell célozzon ahhoz, hogy eltalálja az állát. Tehát nem az állra kell célozni, hanem ilyen melmagasságban, mert az ellenfél úgyis lekapja a fejét. Jó, hát meglátjuk akkor ezt, mert itt másul egy találat. Jó, igen, a Karcsit mégis, tehát lehet, hogy kicsit túlságosan nyugodtnak ítéltem meg. Most azért a meccsen látszik, hogy azért eléggé feszült, és ez teljesen természetes is. Jó, hát az ugye bármiféle sportban, azt gondolom, hogy nagyon kellemetlen, hogy lebecsüli az ellenfelét. Ezt nem tette meg senki Mászlóéval, legalábbis ugye Karcsi környezetében, mert Karcsi sem. Sokan gondolták azt, hogy hát majd megeszi öt vacsorára. De ezt mindenki...
Mi történt? Ezt nem hiszem el. Megint lerepet. Megint lerepet. Nem, én sem tudom, hogy mi történt. Vétlen fejelést mondanak, Karcsi homlokán látom a... Ezt nem hiszem el. Most már csak a... meg kell őrizni a nyugalmat. Összefejeltek. Ezt nem hiszem el, komolyan mondom. Hát ez zavaró lehet, az egészen biztos, mert gyakorlatilag ami vér folyik... Nem lesz itt gond, nem kell vele foglalkozni. Ez az Karcsi, nagyon szép. Csak nyugi. Nagyon szép széria volt. Úgy oda kell figyelni, mert a srácok nagyon jó balkezei vannak, nagyon gyors. Abszolút, és Karcsinak folyik bele a vér a szemébe, ami kifejezetten kellemetlen. Igen, hát ez most még zavarja, aztán meg fogja szokni, és nem és fogja. Hát talán majd a menet végén le is tudják kezelni, úgyhogy a vérzést csillapítsák, de most feltétlenül kellemetlen. Hát igen, nem tudom minden megítélni, megmondom őszintén, hogy milyen mély a sérülés. Nem tudom, elég fura volt. Én nem láttam semmit, megmondom őszintén, én teljesen mással voltam úgy elfoglalva, én máshogy néztem a mérkőzést. Igen, és pont a rosszokban is volt nekünk az eset sajnos, nem láttuk igazából jól, de kellőképpen fölpaprikázta Karcsit. Igen, most ezt a menetet hozza is, ezzel volt jó szériája neki, úgy, testre is jól dolgozik. Határozottan bedühödött. Az első menet egy picit, igen, egy kicsit felpaprikázódott, de most azért látszik, hogy... Így, nagyon szép, gyönyörű szép. Hát, hogyha nagyon zavarja, lehet, hogy úgy gondolja, akkor be kéne fejezni kicsit hamarabb, amiből azért baj is lehet, úgyhogy azért nem kell ez feltétlen. Néhány ilyen sorozat. Így, szép volt! Gyönyörű! Nagyon szép volt Karcsi, ez a tempóval. Hát amióta fölrepett, sokkal jobban boxol, mint annak előtte, ezt megállapíthatjuk. Igen, hát ez most sokat teljesen üresebb lett. Ezzel fölébredt, úgy látom. Csak nem tudom, ez a sérülés innen egyáltalán nem megítélhető. Hát nem kell vele foglalkozni, kész. Hát csak ez könnyű mondani. Persze, más, de... Másodja az emberben van is zavarja, hogy csöpög le a vér az arcán. De most, mint hogyha már... Igen, megszokta szerintem egy picit. Az elején ott próbálta letörölgetni a vér, de most már semmiféle ilyen mozdulatot nem láttam tőled percek óta. Eljönni, úgy, szép volt. Ez jó volt ez a támadás, és hogy nem ragadt le aztán a sarokban, amikor kifordult a srác. Ez az. Ez a menet, ez fölényesen ez a menet megvan, csinál, ez megvan, teljesen így egyértelmű, és az tudatilag is jól jöhet neki, hogy azok után tudta könnyedén megnyerni, hogy fölrepett már, és akkor itt most nézzük, hogy a szorító segédek milyen szinten tudják. Fejből Tünde Balzsé Karcsi felesége. A képen is ő is. Hát elég mélynek tűnik nekem, nem? Vagy nem vészes az? Tessék, nem hallottam semmit. Azt mondtam, hogy elég mélynek tűnik nekem a sérülés így első ránézésre. Igen. Azt kétségtelen azt gondolom, jól ítélte meg a vezetőbíró, hogy vétlen összefejelésről volt szó. Abszolút. Semmiféle szándékosság nem volt egyik részéről, és mind a ketten dobták előre a fejüket, és összeakadt. Hát igen, ez sajnos benne van a bunyóban. Nekem is volt egy ugyanilyen az legutóbbi mérkőzésen. Ugyanígy dobtuk össze a fejünket az ellenféle. Úgyhogy... Na. De szép volt a második menet, nagyon igen, jó volt. Igen, abszolút. Reméljük, hogy Karcsit nem zavarja tovább a sérülés. És hát ilyenkor ugye most az szokás lesz, hogy egy a ringorvos az minden szünetben meg fogja őt látogat, és reméljük, hogy ő pedig engedi majd végig a mérkőzést. Az kritikus lesz, hogy sikerül-e eljutni 4 menetig, mert ugye... Miért ne sikerülne, szerintem most sikerül, már szerintem nem gondolom, hogy ebből bármiféle probléma lesz, úgyhogy ezt nem is mondom tovább, ezt a gondolatot. Szerintem se. Szerintem se mond tovább. Nézzük a mérkőzést. Karcsi továbbra is nagyon aktívan támad, de azért látszik, hogy van respektje az ellenfélnek is, hiszen elég keményeket üt, és igazi ravasz róka módjára boxol. Nagyon gyors balkezei vannak, mélyeket hajol. És tényleg azért lehet látni, hogy ez a srác nem ma kezdte a boxot. Bizony. Karcsinak türelmesen ki kell várni. Türelmesen. És hát legfőképp az alatt a több mint 30 mérkőzés alatt azért még ha kihagyott 2 évet is, nagyon jó boxolókkal bunyózott. Majd erről még beszélünk, ha nyugalmasabb.
időszakaszához érkezünk a mérkőzésnek. Igen, hát a szünetben vagyunk, nyugalmasabb időszakában a mérkőzésnek. Egyébként óriási nagy feszültség van szerintem, vagy legalábbis bennem, hogy óriási feszültség van. A szorítóban lehet, hogy most már egy kicsit lenyugodtak a kedélyek. A Karcsi is most már ráérzett a bunyóra. Szép az. Úgy. Kicsit meg kéne előzgetni, nem is kéne minden ütést így meghúzni, hanem a jobb kezekkel kicsit elő kéne készíteni. Ez lenne az én tanácsom neki. Úgy. Szépen jobb kézen. Előkészíteni, és akkor a többi fog jönni magától. Karcsi nagyon kemény, hogyha spontán eltalálgatja az ellenfelet, akkor az gondot okozhat. Ugye a keménység az magáért beszél. A KO kvótája is mutatja. Mind a két srácnak. Karcsinak nagyon is. Kemény mérkőzés azért. Bizony. Borzasztóan meghúzzák mind a ketten az ütéseiket. Sokkal inkább érezhető ez, mint mondjuk az Inkin meccsen volt januárban. Ott sokkal több olyan találat volt, amit nem húztak meg teljes erőből. Hát nem tudtak úgy, mert nem volt adott, hát nem volt lehetőség rá. Az Inkin sokkal többet mozgott lábon, nehezebb volt, nem nyújtott olyan biztos célpontot. Ez az ellenfél jobban megáll és jobb célpontot nyújt, de ugyanakkor arra is vár, hogy ő ebből a viszonylag stabil pozícióból keményeket visszaüssön. 10 másodpercen belül vagyunk a harmadik menetben. Igen, ez most egy nyugalmasabb menet. Pont amikor kimondom, egy szép balkezes. Jó van. A sérülést illetően én azt gondolom, hogy megnyugodhatunk. Nem hiszem, hogy befolyásolni fogja a mérkőzés alakulását. Azt ugye látható a ringorvos. Mondom, ez így fog végigmenni ez a mérkőzés, már ha végigmegy persze, bár szerintem jobb szeretnénk, ha nem menne, hogy minden egyes szünetben fog vetni egy pillantást Karcsi sérülésére. Szóval említettem már, hogy elég komoly bunyósokkal találkozott karrierje során azért Marcelino Massue. Többek között ugye kikapott attól a Tito Mendozától, akivel azért elég komoly mérkőzést hívtál, és az, hogy mondjuk Mendoza kiütötte őt, az nem jelent olyan különösebben sokat, hiszen ezt te is meg tudod erősíteni, hogy bizony elég nagyokat tud ütni Mendoza. A Mendoza volt az eddigi legkeményebb ellenfelem, aki a legnagyobbat tudott ütni. Tehát ő rendkívüli pali volt. Láttam is azt a mérkőzést is. Akkor még a Mendoza sokkal vékonyabb volt, de hát a magassága természetesen megvolt. Nem is tudom, hogy tudott ebben a súlycsoportban boxolni. Hát igen, mert azért még... Hát a szemben jó 10-15 centivel simán magasabb, mint... Aj, szép! Igen. Úgy ez jó volt most nem akart minden ütést meghúzni. Kicsit előkészíti, kicsit ugrazgatni kell, azaz. Úgy. Kicsit üttetni. Aj, de jó! Szép volt, jobb bal legyenes. Jó tűri azért már szóval ezeket a pofonokat. Nagyon jó srác. Jó boxoló. Most egy kicsit, mintha megadta volna magát egy másodpercre. Karcsi is észrevette, de aztán ilyen nagyon ravaszul visszaütött belőle, úgyhogy vigyázni kell a Karcsinak, hogy ne ragadtassa el magát. Néha vannak ilyen pillanatai messzeljenek, hogy minthogyha, De aztán kiderül mégsem. Jó lesz ez. Úgy, ez az. Mozgatni kell. Úgy. Gyakorlatilag egy négyzetméteren boxolnak másfél perce. Igen, és úgy ugrozgatják egymást, óriási azért a feszültség a szorítóban. Mivel két ilyen nagyütő boxolóról van szó, így mind a ketten nagyon tisztelik a másikat, úgy veszem észre. Talán a Karcsi kevésbé. Hát ez rendben is van, így ő a világbajnok. Nincs neki miért tartani a Massuétól, viszont tényleg jól látjuk, egy nagyon jól körvívó új-zélandi
Hú, alig bírom magamba tartani, annyira ordítanék neki, hogy hogyan is, mint... Igen, hát hogyha kívül van az ember, akkor van egy ilyen tehetetlenségi állapota, hogy... Igen, már a saját meccse, de már rég megnyugodtál volna. De most legszélsőbben beugranék a szorítóba, annyira izgulok. Próbáld meg ugrazgatni, Karcsi. Az ugrazgatás alatt annyit értek, hogy úgy tenni, mintha ütne. Ez nagyon szép, most megvan! Gyönyörű! Azt mit szeret közbevászolni, és még mindig talpon, és vissza is tud ütni. Pedig amit itt most kapott, az valami döbbenetes volt. A meccs eddig legfontosabb momentum, azt gondolom. De ezt kibírta talpon. De panás pillanat volt. És a Karcsi egyik pillanatban a másikba átváltozott, és lecsapott. Tehát igen. Ez valami fantasztikus volt. Ugye, Inkine ellen is ez volt a taktika, a ritmusváltások, ami nagyon-nagyon nehéz, azt elmondta Karcsi után az interjúban is, hogy nem akarta folyamatosan hozni azt a tempót, hanem időnként megindult. Hát itt most ez volt a legnagyobb ritmusváltás a mérkőzésem. De az azért sokat elmondott, hogy ezt tulajdonképpen, nem mondom, hogy gond nélkül, mert nyilván nem, de kibírta Masoe. Azért ez volt a negyedik tiszta találat. Igen, hát nem volt olyan rettentően tiszta, talán egyik se, és ezért tart még a mérkőzés, úgy hiszem. Azért minden esetre jó volt látni, hogy a Karcsi úgy megelevenedett egyik pillanatra a másikra. Túl vagyunk négy menetem, és Masoe az, aki nagy lendülettel ront neki, talán jelezvén, hogy nem dőlt itt el még semmi. Ő ugyanúgy folytatja, ahogy eddig. Úgy, szépen nyugodtan. Úgy. Szépen hajolgatott most el Masoe, ezt meg kell jegyezni mindenképpen. Nagyon jó karban van. Az új-zélandi. Karcsinak is előlévő kézzel kell kicsit többet az előlévő kézzel, és akkor utána jönnek a szériák, a balkezes kemény ütések is. Kicsit így alá kéne neki pötyögni néha jobb kézzel. Nem is így. Nem is baj, ha nem talál. Csak úgy előkészíteni, meg az ellenfelet is egy kicsit úgy bizonytalanná tenni, hogy mutatni, hogy ott vagyok. Most ez jó volt. Sarkot váltanak, most jönnek a másikba. Na most egy széria. Itt most... Bah. Most volt egy lehetőség, úgy éreztem. Lehet, hogy adódik az még, sőt egészen biztos. Igen, de látszik, hogy azért az ellenfél elég kemény, mert a Karcsi nagyon vigyáz magára. Igen, hát ezt ő érzi belülről, hogy mekkorák voltak azok az ütések, amik eltalálták, mennyire kell figyelni, mennyire lehet ilyen helyzetekben menni előre. Jól is van így, nem szabad őt hagyni, hogy előre jön. Karcsit csak irányítson egy előre tovább. Aztán majd, hogyha ebből nem sikerül eredményt elérni, de hát eddig jól megy a mérkőzés. Van teljesen, hát... Eddig jól megy a mérkőzés, akkor lehet hagyni, hogy hagyjön az ellenfél, és az is lehet egy következő taktika. Nyugi Karcsi. Azt gondolná az ember, hogy meg van fogva, és lehet, hogy egy egész picikét, vagy lehet, hogy csak átszalad rajta. Nagyon jó idegrendszere van a bunyóhoz, Masoe-nak. Nagyon nagy pofon volt megint, amit kapott. Igen, ez egy kemény balkezes találat volt. És ugye ez becsapós tud lenni. Szép volt. Ugye ezek a momentumok, mivel ugye pontozásos sportágról van szó,
legtöbbször eldöntenek egy menetet. Egy-egy ilyen ütés, vagy két-három ilyen ütés. Még akkor is, hogyha ugye ott javarészt csak maszatolás volt, meg csak ott álltak egymással szemben. És igazából a feszültség volt az, ami adja a sava borsát ennek a mérkőzésnek. De az az egy-két ilyen robbanás, az az egy-két pontos találat, az simán eldönt egy ilyen menetet Garcsi javára. Ebben egyetértünk. És ugye ezért győzte le Inkint is, mert ezek a mértékadó találatok, és ezek azok, amik igazából a pontozók javarészén én azt gondolom fontosak. És itt nem lehet vita. Az első menet az lehetett kétséges, hogy azt most kinek adtak, bírók ide-oda, amoda. Onnantól kezdve... Onnantól kezdve ez a... De mérkőzés, ha menetről menetre nézzük, akkor teljesen egyértelmű. Én azt gondolom, minden menet Karcsi. De hát aztán pontozók reméljük nem gondolják másként. Ennek ellenére nagyon lehet becsülni Mászóét, aki hatalmas lendülettel jön ki erre a menetre, és lehet, hogy abszolút taktikát váltott, mert eddig ugye hátra. Hoppá, kiesett a fogvédője Karcsinak, azt hiszem. Iszonyatos lendülettel. Jó a körehajlás, így van. Meg kell őt állítani. Igen. Meg kell őt állítani. Okay, time in. Na. Mi repült akkor? Valami kirepült, egyértelműen. Karcsinak is ott volt a fogvédője, ugye zöld volt. Watch your heads. Óriási lendülete, teljesen más taktikával jött ki, mert szóval valami kirepült. Igen. Az teljesen egyértelmű, őszintén ez a fogalmam nincs akkor így, hogy ez mi. Ez a szép, hagyd őt levegőt ütni. Jó, hát ez biztos, hogy nem lombolt, hanem azért hatalmas atak volt, tehát most elfáradt egy picit már, szóval ezt ilyen lendülettel alig fogja végigbírni. Ezzel most meg akarta lepni a Karcsit, megpróbálta az egyetlen sanszát szerintem kihasználni, hogy megüsse őt, és aztán be tudja fejezni a mérkőzést. Karcsi szépen kivédekezte. Persze ő is meglepődött szerintem, mert írtó nagy vehemenciával tört ki a sarokból. Most azonban úgy látszik, most szusszan egyet. A balhologra vigyázni kell. Jó volt a körelhajlás, Karcsi, ez az. Mindenesetre jellegében most egészen más a mérkőzés, eddig ugye általában Karcsi jött előre, ebben a menetben most Massoe a hatodikban. Fog az még szerintem változni. Persze. Hát ez ugye még ilyen egészen apró súlycsoportban is vállalhatatlan tempó lett volna egy 6 menet erejéig, amit diktált Massoe. Szép testen találta el most Karcsi. Igen, igazán még a távolság valahogy, ha Karcsi támad és a Massa ott van a ringkötélnél, akkor jó, akkor nem tud elmenni, mert igazából a távolságot még úgy nem találta meg a Karcsi. Egyet kijelenthetünk, azt hiszem, hogy senki még ilyen jól nem bírta Balzsai Karcsi ütéseit. Hoppá! Mit a mondat áll? Igaz, hogy volt két újabb találat a Karcsinak. De vigyáznia kell nagyon magára. Úgy. Vannak jók ezek a menetek is, lehet egy kicsit pihenni. Így, ez nagyon szép, így luftokat üttetni vele, elhajolgatni. Ez jó. Nem kell mindig csak ütni. De most itt a lehetőség, akkor meg ki kell használni. Úgy van. Karcsi is mosolyog rajta. Ehhez azért szerintem ő sincsen hozzászokva, hogy valaki így álljon az ütései előtt, és visszamosolyog. Ez érdekes momentum volt. Mászló nagyon meghúzta a menet elejét. Aztán a második másfél perc, én azt gondolom, hogy inkább Karcsié volt. Hát akkor Öcsi bácsékat kérdezem otthon, hogy nyilván más egy mérkőzés a tévé előtt, és más a mérkőzés helyszínen. Mennyire más otthon? Hát, innen is ugyanazt látjuk, mint amit ti ott a ring szélén, nálunk is meggyőző Karcsinak a fölénye, és nagyon érdekes volt, több olyan menet is volt, amikor Karcsi úgy tűnt, hogy akár padlóra is küldheti, de nincs ezzel semmi baj, hogy még mindig tart a mérkőzés, mert élvezhető jó meccset látunk. Na jól van akkor. Így van, egy élvezhető szuper mérkőzésről van szó. Hop. Most a Karcsi fel volt erre készülve.
Azért kétszer hogy bekezdezzel a nagy balhoroggal. És egyből szép körrehajlással ki is védte. Szép, új, ez az. És még mindig simán ugyanúgy áll. És ugyanúgy reagál utána a karcsi ugrasztására. Nem tarthat ez örökké, tehát azért előbb-utóbb majd csak bele fog fáradni az ellenfél abba, hogy ennyi ütést kap. De tulajdonképpen ugye azt szoktátok mondani, hogyha valakit ilyen nagyon sokszor eltalálnak, akkor ugye az rombolja a másikat, hogy lassul tőle, fárad és a többi. De semmi ilyet nem látok rajta. Igen, ez nagyon fura az egész. Nagyon tapasztalt öreg rókáról van szó, úgyhogy szerintem fel van készülve ezen a mérkőzésen mindenre. Szerintem úgy van vele, hogy mindent egy lapra tesz fel, és harcol egyszerűen egyet. Neki ez egy óriási lehetőség most. Ide jött idegenbe, megszerezhet egy világbajnoki címet. Úgyhogy nem fogja olcsón adni ezt a címvédést a Karcsinak, és ez így is van jól, mert egy fantasztikus mérkőzést látunk. Gyönyörű, szép. Ez az, Kari. Jó van, tovább. Nagyon tovább, határozott pofonak. Tovább az első előlévő kézzel. Az nagyon jó volt a jobb kéz, Kari. Ez az, ez is nagyon jó. Hoppá! Erről beszélünk, kérem. Hú, de itt kiabálnék neki. Új! Nyomd meg akkor ezt a piros gombot, és akkor nyugodtan kiabálhatsz. Watch your hands, guys! Is. Ezek a fontos találatai a mérkőzésnek. Ilyeneket azért Karcsi nem szed be. És ez egyértelművé teszi. De ettől még nagyon veszélyes. Mert szóval, őszintén szóval, én nekem fogalmam is, hogy hogyan van még ilyen kondiban a hetedik menetben, és hogy tud ilyen atakot. Szép volt. Nagyon jól csinálta Karcsi a körrehajlás. De mintha megint véres lenne a szem alatt, vagy csak én látom rosszul? Nem, másik szeme alatt? Igen. Egy picit, mintha én is úgy látom. Az nem jó hír azért. Igen, hát annak, hogy most nagyobb lendülettel jön előre Massó, ez a veszélye mindenképpen. Aj, ezt nem hiszem el, hogy ott is lerepet. Úgy, ez az, Kari! Ez volt az első olyan pofon, amiben úgy megállt Massó, hogy húha. Azért rendben. Igen, a hetedik mellettek, és hát van mit kezelgetik. Accidental headbutt. Megint azt mondják, hogy vétlen összefejelés, és azt gondolom, hogy megint egy kifogástalan bírói döntés. De ettől még az nyilván nem jó a Karesznak. 5 menet, a maximum, amit végig kell ezzel bírni. Tehát gyakorlatilag az látszik, hogy a régebbi sérülésen szinte már olvadt a vér. Reméljük, hogy hasonlóképpen tudják kezelni az újat is. Annak idén a Darius Mihalcevski volt ilyen, aki rendszeresen lesérült lesz, lerepett a mérkőzéseken. Igen, hát igazából kárt a fejével tud tenni Massoe Karcsiban, még akkor is, hogy itt konkrétan egy új-zélandi találattal jöttünk vissza. Tény, hogy a Karcsinak a bőre érzékeny. Hát igen. És ugyanúgy, ahogy az előző két menetben, most is próbálkozik az új-zélandi, és jön előre. Az első percet szokta általában ezzel a tempóval végigbírni, bár gondolom majd menetről menetre azért ez csökken. Mármint az időtartam. Többet kéne jobb kézzel. Jobb kézzel oda kéne azért szúrogatni a Karcsinak. Nagyon, nagyon jó mérkőzés, ez egy igazi boxmeccs. Így van, erről beszélek. Na, hát Zsolti megnyomta a piros gombot, és azt mondta, hogy előlévő kezekkel előzze meg őt, hogyha... Gyönyörű szép, ez az. Nem hallotta volna valaki. Ez az. Come on.
Ilyenkor ebből te mennyit hallanál, ha esetleg fordított helyzetben ő ordítana neked? Hallanám. És főleg most, hogy nincs olyan nagy hangzavar itt a teremben. Ez is egy jaj, de egy szép volt ez a balfelütés. És hogyha hallanál, megvalósítanál, reflexzerűen elkezdenéd? Nem. Hát elgondolkodnék rajta. De a Karcsi azért engem meg szokott hallgatni. Hála jó Istennek. Most meghallgatott, és nagyon jó jobb kezeket ütött. Hát akkor nyugodtan feladtam azokat, hogy bármelyik pillanatban nyom meg azt a piros gombot, és akkor valamilyen taktikai utasítás. Ez az, szép! Na, egy földi. Oj, de szép volt ez is. Minden ilyen találta így jöjjön be. Fönn a kéz! Na, szóval jön előre most. Break, don't punch, break! Nagyobb lendülettel. Na, most akkor nekünk is mondd el. Semmi, ő neki meg kell előzni egyszerűen, jobb kézzel meg kell előzni, azzal egyszerűen megzavarja őt. A srác úgy is lejti a bal kezét, állandóan lógatja a bal kezét. Szépen jobb kézzel meg kell előzni, még egyszer. Úgy, és aztán utána olyan szép volt. Gyönyörű találat volt, és egy pillanat alatt megint úgy tűnik, hogy regenerálódni tud. Ez nagyon szép. De ezek mind olyan ütések, amire egyszerűen nem lehet más tenni, pláne így a menet végén, mint behúzni a menetet Bajzsai Karcsinak. Tulajdonképpen vannak igazán fajsúlyos momentumok, és ez a legnagyobb erőssége, én azt gondolom, Bajzsai Karcsinak, hogy egyszerűen majdnem minden menetben, amit láttam tőle, leszámítva egyet-kettőt, voltak ilyen momentumok, és erre azt hiszem, hogy azért a legtöbb pontozó simán oda is adja neki. Ez most egy igazi férfias munka. Hát igen, nyilvánvalóan zavarja, egyre inkább zavarja a sérülés. Különösen az a sérülés, amit nem látunk jól, mert ebből a kamerálásból igazából nem látszik. De ennek ellenére ott vannak ezek a pofonok. Még hogyha itt most... De megint borzasztó közel megy el a fejük. Ugye nagyon sokat mozog Massa egy törzsből. Rendkívül ellenálló képes ez a srác. Tényleg. Seconds out! A 9. menet következik. És most Karesz akkor úgy olyan vehemenciával állt föl, hogy még eszébe se jusson már szólni, hogy ismételten neki rontani, de neki eszébe jut. Karcsi levédte ezeket az ütéseket. Ugyanaz lehetne a stratégia, mint az előbb. Ez az. Előbb-utóbb azért csak el kéne fogyni az erejének, Massaulinak, és csak azért nyomot hagy benne ez a tényleg sok pofon, és nem kis pofon. De egyszerűen szinte reflexzerűen minden egyes beszedett ütés után megy előre. Nyilván arra gondol, hogy az ellenfél megpróbálja befejezni. Mert hogy próbálkozok visszakézből is, azért az nem szerencsés. Gyorsan, patanja, úgy. Kicsit ugrasztani, és aztán rá a jobb kéz. Úgy, ott a jobb megint. Ez az, most végre gyors, ez az, ilyen gyorsakat kell ütni. És mindig a jobb kéz, az megelőző. A bunyó nem egy bonyolult dolog. El kell találni a másikat. Nem kell túl komplikálni. Néha az ember hajlandos és túl komplikálja dolgokat, és akkor az nem vezet sehova. Az egyszerű dolgok sokkal eredményesebbek néha. Ugye a 9. menetben járunk, elvileg ugye kezdhetnénk arról beszélgetni, hogy az erőnlétileg hogyan bírják meg ilyesmi. Fura dolog, ütni azért nagyobb keményeket ütnek mind a ketten. Igazából lábon nem dolgoznak túl sokat. Én nem hiszem, hogy amiatt, az iram miatt, maga miatt lenne bármelyikőjüknek problémája átralévő időszakban. Ami miatt problémája lehet Massaulinak, ez az nagyon sok beszedett ütés azért. De mondom, jele annak, hogy ebből problémája lesz, nincsen.
Tehát szinte ugyanúgy reagál Massó ezekre a pofonokra, és ugyanúgy jön vissza, mint az elején. Igen, és akkor ilyen meglepetésszerű támadásokkal él. Karcsinak nagyon oda kell figyelni. Nagyon, nagyon, nagyon. A kilencedik menetben sem. Tényleg, és ő is nagyon keményet ütött, mert sokszor el voltunk. Oh, szép volt. Szép volt. Bizony, figyelmeztette őt a vezetőbíró közben, hogy vigyázzon a fejével. Ez megint gyönyörű találat. Fantasztikus, ez az. És mutatja neki már, hogy gyere, üssél. Ez neked egy specialitásod vége közben a 9. menetnek, hogy te ilyenkor nem nagyon szoktál kockáztatni. Te tudod, hogy ezzel elviszel egy menetet, te akkor általában a végigvész ezzel a tempóval, és beszélgött pontozással. Akkor ez mennyiben más ilyenben, mint te? Ő bevállalósabb, mint én, és ez jó is szerintem, mert a bunyóban legyen bevállalós az ember, és tegye oda magát. Hát én sajnos talán a koromnak köszönhető az, hogy én kicsit óvatosabb lettem, de ugye a legutóbbi mérkőzésemen azért megmutattam azt is, hogyha kell, akkor oda tudom tenni magamat, és ha úgy érzem, akkor tényleg akkor tudok verekedni is, úgyhogy szerintem ez nem mindig vethető a szememre, de hát ez valóban így van, hogy én nem vagyok olyan kockázatvállaló, mint a Karcsi. A Karcsi az jobban vérszebet szokott kapni egy-egy ilyen lehetőségnek, egy-egy ilyen lehetőségnél, és akkor letámadja az ellenfelet. Én jóval elővigyázatosabb vagyok. No, hát akkor reméljük, hogy... Nem tudom, mit remélj, illetve azt reméljük nyilvánvalóan, hogy Karesz élesz a mérkőzés. Nehogy akkor most melyik úton? Zsolti útján vagy Karesz útján? Én azt gondolom, hogy legyen Karesz útján, és ez az ő címmérkőzése. Igen, szépen. Nagyon jól állítja meg ezeket a rohamokat most már, amióta nem méri váratlanul, mint a 6. menetben. És utána ugyanúgy uralja a mérkőzést, mint ahogy eddig. Igen, azért azt gondolom, hogy a Karcsinál is van ez, hogy azért ő sem kockáztat most ebben minden egyes szituációban. Nem is szabad, mert az ellenfél nagyon veszélyes, és olyan meglepetés támadásokat indít, ez gyönyörű találat volt. Kapott hármat, és az volt az első, hogy jöjjön vissza, csak azért nem ütött vissza, mert nem... látta igazából értelmét már. Hihetetlenül bírja az ütéseket. Félelmetes. Tehát ez a találkozó tényleg azért tart még, mert olyan pofonokat hord ki szinte könnyedén lábon, amit nem tudom. Hát egy fantasztikus meccset látunk. Karcsi nagyon jó boxol. Szép, olyan szép, tiszta, száraz ütései vannak, tehát ez azért nagyon tetszik. Nem maszatolnak, hanem itt lehet látni, itt tényleg férfias küzdelem folyik a ringben. És nagyon keményen meghúzzák mind a ketten az ütéseiket. És én még azt sem mondom, hogy kevésszer találnak a reszt, vagy ilyesmi. Egészen egyszerűen félelmetes, amit kivír. Igen, fantasztikus, hogy milyen állóképes. Milyen idegrényszere van, vagy én nem igen, tudom, hogy van. Igen, hát ez egy adottság. És hát nyilván rendkívüli idegrendszerre van a srácnak. És már teljesen nem van szinte a fedezéke. Igen, azért a Karcsi szépen lassan most már lebontotta neki. Azért is mondtam neki, hogy a megelőző kezek a Karcsinál, ez a jobb kéz, ez nagyon ülne a srácnak, mert lejti a bal kezét, már nem bírja fönntartani. Oh, keep him up, keep the punches up. It's okay. Igen, hát tulajdonképpen ez a recept erre, hogy egyszerűen oda menni, jobb kézzel megelőzgetni, tehát az előlévő kézzel megelőzgetni, és amikor lehetőség nyílik rá, akkor így ráhúzni a hátsó lévő kezet, ez a Karcsinál a bal kéz, amivel igen kemény. Hát a srác az mindent kibír. Szinte hihetetlen, hogy bírja az ütéseket. De hát, ha úgy veszük, akkor nem baj az. Jó mérkőzést látunk. Izgalmas. És tényleg... Ott az a feszültség minden egyes momentumában. Hoppá! Karcsinak föl kell tenni a kezét. Úgy. Kicsit ott lejtette egy pillanatban a kezét.
Megijedtem, nem szabad ezt. Nem szabad könnyen működni. Két menet van még hátra, pontozással nem lehet semmiféle gond, ez vidám fölül áll, azt hiszem. Hát az hisztelenség. Nem szoktuk, de van ilyen határozottan ezt bevállalni, de itt nem lehet probléma pontozással. De ettől még ma, ahogy az előbb is mondtam, a feszültség az ott van. Tehát Massoe, ahogyan a legnagyobb pofonok után is visszatámad, mint a tizedik menetig, az nagyon érdekes. Pisti, Öcsi, Bácsi, Tamás, hogy látjátok otthon? Eddig nálunk is minden a legnagyobb rendben, szépen lehozza ezt a meccset. Jól van akkor. Nem esünk akkor ezek szerint túlzásokba. A 11. menet következik, Balzsai Kalcsi első címvédése alkalmával. Maradjunk annyiba, hogy csak olyat vitt eddig. Iszonyatos tremenciával jön. Én most már ezt abszolút elismerőleg mondom, mindenféle kritika nélkül, 42 esztendősen. Marcelino Massoe, hihetetlen. Igen. Milyen kondiban van. Fantasztikus, tényleg egy igazi... igazi ellenfél, egy igazi méltó ellenfél egy világbajnoki címvédő mérkőzésre. Ha bárki a képességeit kétségbe vonta, az annak egyetlen egy ilyen Balzsai ütés, ami azt gondolom, hogy az ökölvívók 90%-ában kárt tenne. És ő pedig ilyen lendülettel tud kijönni a 11. menetre. Nagyon tisztességesen fölkészült, és egy kiváló sportember. Új, de szép vagy. Hangja is egészen lenyűgöző volt. Jaj, most meg volt ütve talán. Nem is tudom, mert ugye háttal van nekem. Most abszolút, tehát mi nem látjuk igazából, inkább csak halljuk. Ez egy fantasztikus jó ütés volt, jó találat. Egészen konkrétan látszott, ahogy csuklik hátra a feje. És simán megy előre. Éj, szép, ez hát, az. Azt a kötélnek vetette, arról sem volt szó, hogy esetleg hátramozgásban van, vagy ilyesmi. Most úgy látom, azért holdponton van egy kicsit a srác. Most lehet, hogy egy olyan pillanatban van, ahol meg lehetne őt törni. De most már úgy látom, a Karcsi sem akar túlságosat kockáztatni, nem is kell neki. Egyszerűen hozza ezt a mérkőzést egy simán, és egy nagyon jó mérkőzés produkál. Abszolút szerintem kiválóan boxol. Egy nagyon jó ellenféle, és látszik, hogy nem véletlen volt világbajnok egykoron a WBA-nél, tehát egy nagyon rangos szervezetnél. Mari, ez a bunyó, ezt kell csinálni! Nagyon szép. Hát ennyi. Nem, tényleg nem kell túl komplikálni az egészet. Meg kell előzgetni szépen jobb kézzel. A srác most úgy látom, hogy ebben a pillanatban most vagy rápihen az utolsó menetre, azt is el tudom képzelni, hogy az utolsó menetet nagyon meg akarja hajtani, vagy tényleg most az a pillanat érkezett el, ahol egy nagyon mély holdponti részben van, és igazából most nem is nagyon tud kijönni. Igen, hát ebben a menetben. Ahogy visszaütött eddig, most nem ütögett vissza, és ami fontos, hogy amikor megpróbálta, akkor azért látszott talán azt, hogy ilyen, megint parádés, megint, és most tenni le a 11-ben, Zsoltinak ott lett igaza. 5, 6, 7, kész van. Mutatja, hogy nem kész rá. Balzsai Karcsi 11. menetben kívül. Veszelino Veszelét. Erdély Zsolti pedig úgy völt itt mellettem, mint a saját győzelménél még sosem. Nagyon-nagyon szépen boxolt, rettenetesen szépen boxolt. Erdély Zsoltira kikapcsoltam a mikrofonját, hogy ne okozzon önöknek maradandó hallásárosodás, de nem láttam Zsoltit a saját mérkőzése után semmilyen boldognak. Balzsai Karcsit pedig nagyon szépen boxolt. Rettenetesen szépen, és most Klaus Peter gólnak itt a tenyerébe, aki nagyon-nagyon kedveli őt. Mert hát egészen egyszerűen azt hiszem nem lehet nem kedvelni egy végtelenül szimpatikus fiatalember. Hopp, csak azért ne törje össze magát lejövőben a kötérről.
Nem tudom, hogy mit bírt ki Massuai, és nem tudom, hogy mi volt az, ami lett a gyilván Karesz pofonjai, amit az utolsó 11. menetben végül aztán csak a padlót kényszerítették. De azt hiszem, hogy egy nagyon szép első címvédést látunk, egy nagyon izgalmas, feszült mérkőzés, és tényleg hát ugye ez a bunyó, ugye ez, ilyen is lehet a bunyó, amikor minden pillanatában ott van az, hogy bármelyik megütheti nagyon a másikat. Kétségtelen jobban ott volt, hogy Karesz ütheti meg, de amit kibírt Massuai, az döbbenetes volt. És amilyen fitten vágott neki még a 11. menetnek is. Balzsai Karcsi marad, ahogy azt vártuk, a WBO nagy középsúlyú világbajnoka. Egy olyan mérkőzés után, ahol fölrepett már a második menetben, ahol egy tekintetben akadtak problémái, de összességében én szerintem, amit Magyarországon a profi bunyóról gondolnak, és amit az emberek várnak nagyon régóta, hogy na hát a profi bunyóba ott nagyot ütünk, ott kiütjük, és a többi, így befejezzük, úgy befejezzük, az Balzsai Karcsi teljesíti meg. Van, ő a harmadik magyar világbajnok ugye a WBO-nál, és elérhető közelségben van mind a három, hiszen Zsolti visszaült ide mellém, és ott van a stúdióban, ő meg mindjárt ott lesz Szújó Zoltánnál. De minden hárman nagyon-nagyon mások voltatok, ahogy boxoltatok, nagyon más bunyót. És ez szerintem úgy nagyon jó, mert nagyjából megmutattátok azt, hogy milyen arcai vannak ennek a sportágnak. És amit keresztül látjuk, az egy nagyon más arc, mint amilyen Pisti volt, nagyon más, mint a tiéd, de ez is nagyon jó, hogy van, nem? Hát nekem megmondom őszintén, hogy ez a bunyó, ez tényleg az igazi profi box. Tehát itt kemény ütések vannak, bekapja az ellenfél, és kész, K.O. Ennyi. Szóval ez nem is tudok mit mondani, mert most egy eleve még nagyon-nagyon föl vagyok hergelődve, vagy nem is tudom, olyan annyira izgultam. Nehezebb innen. És úgy éreztem, ugye a 11. menetben, úgy éreztem, igen, mondtad, hogy a srác most meg van törve, most össze van roppanva, és most talán be lehetne fejezni, és akkor jön, anélkül, hogy a Karcsi tényleg igazából felkészült volna erre az egészre, pont az volt benne a jó, hogy nem készült fel erre, hanem egyszerűen fogta, és egyszerűen kiütött az ellenfelet, aztán kész. Tehát ez egy tipikus kiütés volt, nem egy olyan, hogy most rárohanok is. Na jó, de hallgassuk a Sieger durch K.O. in der 11. Runde nach 2 Minuten und 7 Sekunden. Und damit alter und neuer WBO-Weltmeister im Supermittelgewicht aus Ungarn, Karoly Balzsai. Attól tartott, nem kell fordítani, vagy hála Istennek nem kell lefordítani, azt gondolom, de annyit azért elmondok, hogy a 11. menet 2 perc, 7 másodperc, és nagyon nem érdekel senki. Az a lényeg, hogy győzött és marad a WBO világbajnoka, Balzsai Károly. Szerintem annál fényesebb, minél később fejeződik be egy ilyen mérkőzés a 11. menetbe, hogy a 11. menetben is még olyan ütéssel rendelkezik a Karcsi, hogy ezt a bivaj erős, ez az ellenállóképes rácot így ki tudja ütni. Szóval én azt mondom, hogy le a kalappal. Le. Na, köszönjük. Szóval tényleg, ezt talán hallatszott, hogy a mikrofonon kívül még azt mondta az egyik világbajnok a másik világbajnoknak, hogy nagy király vagy. De tényleg. Ritka az a mérkőzés, amikor a 11. menetre úgy jönnek ki, hogy bár kétségtelen, hogy pontozással fölényesen vezetett Karcsi, de azért tényleg valósan ott volt az esély, hogy egy visszatámadásból eltalálhatja Massuai is. És azt hiszem, hogy egy kevés feszültebb mérkőzést láttam én még. Egy nagyon szép volt, nagyon jó volt, és ez az öv pedig nagyon fontos. Vegyen részt ön is box quiz játékunkban. Hányadszor próbálja megvédeni WBO övét Balzsai Károly? Küldje el a helyes válasz betűjét SMS-ben a 1799-es számra, és nyerjen egy Note 32-es vírusírtóval ellátott laptopot a Sikontak felajánlásával. 21. győztes mérkőzését láttuk Karcsinak, és akkor most dobja be mindenki, amit részben itt mondott, meg gondol a meccsről. Öcsi, bácsi. Hát amit mondtuk, meg gondoltunk, az azt mind nem tudom elmondani.
De mondjuk én ezt az eredményt vártam, hogy a Karcsikával van nyer. De hogy mekkora a feszültséget okozott azért benne ez a címvédés, vagy ez annyit emlegetett, hogy az első, hogy az milyen problémás, meg milyen nehéz. Hogy a Karcsist láttam, hogy a micsoda a feszültsége szakadt ki belőle, amikor végre lett a mérkőzésnek, hogy ezt az örömöt, tehát ez nem egy színlet, nem egy eljátszott öröm volt, hanem valóban egy győztes meccsnek a megnyugvása és az öröme volt az, mert ugye a mérkőzés közben ugye elég hosszú mérkőzés volt, hát én felfedeztem azért vele elég sok olyan dolgot, ami én azt hittem, hogy ez könnyebben fog menni, mert ugye az ellenfele az egy idős boxoló, aki nagyon hosszú amatőr múlt, és nagyon hosszú profi múlt áll mögötte, 43 éves lesztem sokára. Én azt hittem, hogy a Karcsi előbb befejezi, mert ez a jobborog, amit a 11. menetbe ütött, de a 3.-4. menettől is mehetett volna már, és én arra gondoltam akkor, hogy akkor egy olyan nagy káos győzelmet csinál, amiről hetekig tudunk beszélni, de én azért elégedett vagyok a teljesítményével, hozta magát, csak az én számításaim szerint egy kicsit később. Karcsit egyébként Szújó Zoltán kollégám várja, úgyhogy amíg odaér, addig még természetesen folytatjuk az eddig láttoknak értékelését. Most kapom az információt, hogy ott is van Karcsi Erdei Zsolt mellett. Akkor kiadjuk. Hát nagyjából igen, köszönöm ezt szépen. Majdnem. Köszönöm Zoli szépen, mellett. Nagyjából igen. Erdei Zsolt van itt mellettem, aki szakkommentátor, másodedző és nem mellestek profi világbajnok egy személyben. Zsolt, hát egy élmény volt hallani azokat az utasításokat, meg kéréseket, amiket bekiabáltál Karesznak a ring széléről, de ezek szerint hasznosak voltak. Hát én próbáltam neki segíteni, amennyit én tudtam, és ő aztán meg is köszöntem, amikor oda mentem neki gratulálni. Hát megmondom, hogy szintén nagyon feldobott állapotban vagyok, és izgultam a mérkőzés közben is, úgyhogy nehéz belőlem most értelmes mondatokat kicsalogatni, de azért majd megpróbálok a kérdéseidre válaszolni. Én annyira el voltam foglalva a boxsal, és hát láttuk a mérkőzést, szerintem szenzációs volt, az ellenfél valami frenetikus ellenálló képességgel rendelkezett, és tényleg minden tapsot megérdemel, úgyhogy itt jön mögöttünk. Tehát igen. Tényleg egy óriási ellenfél volt a Karcsinak, és a Karcsi a végére annyira szépen csinálta, hogy szépen lassan lebontotta a fedezékét a srácnak, egyre lejjebb engedte a bal kezét, és hát most, mint hogyha valaki jött volna. Igen, megérkezett Balzsai Károly, aki először megvédte profi világbajnoki jövét. Karesz, gratulálunk, szenzációs teljesítmény volt. Karcsi, hát egy kemény úriember volt ez a szamoai, ez a 42 éves szamoai, hihetetlen, hogy mit bírt ki, milyen ütéseidet bírtak ki lábon. Igen, esetleg nagy ütések voltak, de nem voltak annyira pontosak, mint kellett volna. Nagyon lehajtotta, meg az állát jól behúzta, ezért inkább halántékon vagy a homlokát, arcát találtam el órát többször. Jobb egyenesen, főleg pláne, amit a madár kiabált, azt végig mindent megint hallottam. Jó, hogy azt mondta, hogy szakkommentálni fog és nem fog bekiabálni, de nagyon jól esett, hogy Jézusom. Sajnálom, nem bírtam megállni. Nem, én nagyon örültem neki, de egyébként bíztam benne, hogy kiabálni fog, tudtam, hogy nem fogja kibírni. Nem szeretnék hangulatrontó lenni, de ezek a sérülések, ezek a repedések egy picit aggasztóak. Mik az első diagnózisok itt a meccs után? Az a baj, hogy én is ott hagyom a fejem, én is bedobom a fejem, és ezért, amikor ő is esetleg bedobja, összekoccanunk, és hát mindig az én bőröm reped föl, és ez borzasztó, bosszantó. Hát ezt valahogy ki kell küszöbölni, gyakorolni kell edzésem innen, hogy a fejemet ne dobjam be. Próbáljam azt, mint a végén vagy, amikor legtöbbször, hogy távolságot tartani, és onnan jó egyenesekkel esetleg közel, akkor horgokkal, de a fejemet ne dobjam be. Ez nagyon bosszantott, az elén láttam, hogy így csopjog a fejemből a vér, tiszta vér lett gyorsan minden, de hál' Istennek a szemembe nem folyt akkor. Utána néha az adrenalin a szemembe belefolyt és csípte, de egyébként nem zavart és egyáltalán nem izgatott az egész. Zsolt, abban azt gondolom, hogy megegyezhetünk, hogy ezek a mérkőzések, amikor egy ökölvívó világbajnokként lép a ringbe, és hát pestiesen szólva rávadászik a súlycsoport elitje szépen lassan, azért nagyon fontosak, hogy tanuljon rengeteget belőle, és Karesz higgadságát hallgatva és figyelve, hát ez szenzációs, hogy már most le tud szűrni ennyi következtetést egy címvédő meccsből. Igen, hát ez a profizmusára utal. Én ugye mondtam az élő közvetítés során is, hogy a mérkőzés előtt a Karcsit nem láttam egyáltalán idegesnek, halál nyugodtnak, és hát nem láttam rajta azt az első címvédői feszültséget. Aztán amikor bejött a szorítóba, akkor viszont igen. Tehát amikor elkezdődött az első menet, a Karcsi mégiscsak ideges. Na jó. De aztán eltelt az első két, szerintem egy olyan egy-két menetnek kellett eltelnie, talán a harmadikban volt az, hogy na most már jó van, most már a helyemet megtaláltam a szorítóban. Lassan elkezdte megtalálni a távolságot is, és a végére megtalálta szépen, fokozatosan. Tehát ez tényleg egy olyan bunyó volt, nem akarok sokat beszélni, mert egy óráig még beszélnék, és át akarom neked adni a szót.
kicsit vártam, azt vártam, amit néhányszor csinált, hogy elindult, mint az őrült, és ütni vágni fog meneteken keresztül. De ezért nem jött, ezért voltam egy kicsit zavarva, nem erre számítottam, hogy ő el fog táncolni, és akkor esetleg próbál egy-két ütéssel beugrani. De aztán a mérkőzés terétől egy-két ugrásra, akkor ki tudtam venni magam, és sokszor elbizonytalanítottam. Utána nem próbálkozott annyiszor, utána próbált mindig a menetelé, nem tudom, hogy a serdülők szokták ezt a menetelé, hatalmas balhorogal kezdenek. Én már úgy léptem ki a ringbe, hogy már legugoltam, hogy üti a balhorgot, ezért volt annyi luftütés az elején. Aztán tanult is belőle. Kétszer eltalált kicsit testem, mert ugye, bocsánat, ha egy balfelütés, balhorogot vártam, és akkor jó májon vágott, akkor azért kicsit szűkítettem magamon. De ezeken kívül semmiféle olyan holtpont vagy olyan dolog nem volt, ami vészes lett volna ezeken kívül. Hát Karcsi, gratulálunk még egyszer szívből az első címvédésedhez. Menj pihenni. Mi történik most egyébként? Te dopingvizsgálatra mész azonnal? Hát lehet, hogy kicsit reparálják a fejemet, aztán majd előbb-utóbb biztos eljutok dopingra is. Karesz, gratulálunk még egyszer és jó pihenést kívánunk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, tehát egyelőre ennyit a németországi Krefeldből. Erdei Zsoltnak köszönjük szépen a szakértő megjegyzéseket. Ja, és a jó tanácsokat Karesz nevében, de hát ő ezt már megköszönte régen. És hát ha minden igaz, akkor úgy készülhetünk, hogy Balzsai Károlyt legközelebb Magyarországon láthatjuk boxolni. Méghozzá augusztus 22-ére tervez egy Magyarországon rendezendő gálát az Univerzum Box Promotion. Innen tehát egyelőre visszaadjuk a szót Budapestnek. A jó hír, hogy Balzsai Károly először megvédte a WBO nagy középsúlyú világbajnoki övét. Balázs. Köszönöm szépen. Tamás. Elhangzott itt egy érdekes mondat, hogy rávadászik a súlycsoport elitje. Ha ez így van, akkor hagyni kell őket közel jönni. Tehát én remélem, hogy... Mennyire közel? Egy mérkőzésre elég nagyon közel. Tehát, egy ütő távolságra. Van elég nagy választék egyébként, jobbnál jobb bunyósok van, talán az egyik legerősebb csúcsoport. Nekem talán még annyi észrevételem volt a mérkőzéssel kapcsolatban, hogy én ugyan nem mondtak a lesz, de szerintem egy kicsit talán visszavetette ez az összefejelés, és párszor testen nekem úgy tűnt, hogy megfogta az ellenfelét. Pláne azoknál a bunyósoknál, akiknek nagyon jó az álla, gyakran testen jobban üthetőek, és volt, nem is emlékszem, talán a 9. menet környék két egymás követő nagyon kemény testütése, és akkor mintha megrogyott volna. Talán egy kicsit jobban lehetett volna erőltetni, de azt hiszem, hogy így is teljes volt a mérkőzés. Nekem nagyon tetszett, én maximálisan egyet tudok érteni a Zsolt és az előttem szólók gondolataival. Valóban egy picivel könnyebb mérkőzésre számítottam, egy picivel aktívabb Massoyera, akinek a hibáiból talán hamarabb befejezi a Karcsi mérkőzés. Aztán a sérülés után nekem rögtön már egy áthallással az augusztus 22-e mérkőzés ugrott be, hogy jaj, a mérkőzés biztos, hogy meg lesz, megnyerjük ezt a meccset, csak ne legyen olyan súlyos a sérülés, ne legyen olyan nagy a repedés, de hát ahogy láttam, már most olyan állapotban van, hogy ezzel pár hét egy normális rebesztással pár hét múlva is kezdhetne edzeni, augusztus 22-ig lesz ideje felkészülni. Véleményem szerint és valószínűleg egy ennél nehezebb feladatra, mert Massoyert azt mondom, hogy tényleg nem kiemelkedő formában boxolva is simán megoldotta volna. Most így, hogy viszonylag ment is neki helyek közel menetenként egyszer-egyszer meg tudott villanni, sima mérkőzés lett. Valószínűleg a budapesti gálán ennél keményebb feladat vár majd rá Karcsira, és bízom benne, hogy abban is ugyanilyen jól fogjuk látni majd nézni. És mit gondoltok, majd föl fog szabadulni, amikor elfogadja azt a tényt, amit hát el kell, hogy bajnok? Tehát láthatunk majd ennél sokkal pörgősebb Karcsit is, akit láthattunk régebben, azért, mert hogy egyszerűen belenő abba a szerepkörbe, hogy ő egy sztár, ő egy bajnok, több mindent megengedhet magának, tudására alapozva is, ismertségére, kedveltségére. Egész biztos, és hát ez ellenfél függő. Tehát, hogyha a súlycsoport krémjét nézzük, azért egy nagy név, egy komolyabb megszerezhető pénzösszeg, vagy egy esetleg címegyesítés, vagy egy nemzetközileg elismert nagy név, akiből azért van rengeteg a súlycsoportjában. Ezzel egy mérkőzés nem csak a felkészülés kapcsán dobogtatja meg az ő szívét jobban és motiválja jobban, hanem a mérkőzésen is sokkal többet kell magából kiadni. Tehát itt valóban mondta is, hogy meglepte, hogy Massoyera kevésbé volt kezdeményező, de ő sem vette elő most hirtelen a nagy kezdeményező kedvét. Ő is egy viszonylag lazábban lehozott mérkőzésre állt be, és aztán a végén gyönyörűen el is találta. Valószínűleg egy nagy sztár ellen sokkal tegyelmesebb mérkőzés jelenleg. Öcsi, bácsi, Kokó, Golyó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Örülnek, hogy minket néztek, most megnézzük, hogy milyen sportesemény vár még ránk a hétvége során. Magyar Autósport magazin 13 óra 20 perckor, az RTL klubban aztán Bahreini nagydíj 13 óra 40-től, és az ismétlése a futamnak 19 órakor a sportklubon. Köszönjük, hogy velünk tartottak, nézzenek minket holnap is, és addig is, viszontlátásra!